Sziasztok! Itt vagyunk újra a Pillars of Eternity 2 végigjátszásánál. Ugye múltkor, amit lehet, szinte itt a környéken megcsináltunk. Beszéltünk szinte mindenkivel, akit számít. Megpróbáltuk megoldani a két nagy birtok, illetve a család viszályát, és ezen kívül pedig hát ide-oda urálkodtunk a városon belül. Most már csak két nagy helyszín, ha jól emlékszem, a városban, amit egyébként meg kell csinálni. Még egyszer megnézem, hogy a küldiket. Kircsornú. Tékisség. Igen, travel to Sacred, de oda kell utaznunk. Poco Kihara. Jövő akar a... Csomó olyan hajós küldő lesz, basszus. Hát arra kíváncsi leszek, azokat meg tudom-e csinálni. Tikavaras, for a franzon. Southeast of Neketaka. Ilyen Temple of Gaon, wait for Alot to explain further. Azt gondolom kéne az Alotot belerakni egy csapatba, nem, de várj, de most azt szerintem nem fogjuk. Northeast of Neketaka, Arkemir, mondjuk lehet, hogy inkább akkor először azzal fogok beszélni. Danizsban pedig már voltam, érdekes. Na mindegy, menjünk erre. Beszélünk Arkemirral, a nagy varázslóval. Aki itt volt kirevonáson, Arkemir Menor, mi oda megyünk. Akkor még van a Sacred Stair, meg a Serpent Crown. De a Serpent Crownból úgy látom, hogy nem tudunk bemenni, az valószínűleg össze a Sacred Stairbe kell menni. Tehát az ilyen megszentelt lépcső. Na, Szevasztopol, szevasztok. Őrök. Hol van Arkemir? Itt van. Szerintem van véve őrökkel és impekkel. Csodálatos. Úgy velem nem volt nehéz megtalálod a helyet már, nem? Neketaka is either a testament to the ancient Huana's love of labyrinths or their hatred of strange. Neketaka egyértelműen tudva levő, hogy egy testamentum az ősi Huanai labirintus szerelmeknek, hiszen oly sok minden köztekhoz a dolog található itt. De sokan azt is mondják, az is lehet, hogy az egyértelmű mondatok a szembeni utálat is. Én oda leszek. Van neki valami tudálékosat a hauanai múltjával a városnak. Sajnos nem azért hívtalak ide, hogy a város megtervezéséről beszélgessünk. Ja, esetleg, hogy maradjon úgy a kezed, ahogy és velem szemben hát legyél kedvesebb, kezelj engem jobban, mint ahogy a szegény kancalhattól tette. Te, biztosan Arkemi. Langrath, ő is eltűnt. A körrel szembeni hát, ügyeid a legsötétebb dolgokká váltak. Azért jöttem ide, hogy harcoljak. Tényleg? De térjünk rá az ügyre ebben az órában, nem de? A birtokomat nemrég megrabolták, kincstáramat. Gyakorlatilag meglopták. Tudom, mi volt az, aki megrabolta. Milyen jó hallani egy őszinte választ. A kör tekintetében azt várják tőlem, hogy mutassak egy kis visszaszerzést is ezekben az ügyekben. Ha elképzelni, hogy az imp vért milyen egyszerű eltüntetni az én szőnyegemről, megvitálok egy kis szőnyegtisztításra magam után. One hopes that Rawatai knows how to properly archive.
Sokan azt reméljük, hogy relatálják, tudják, hogyan kell megfelelően elarriválni, tárolni a harappai epikus történeteket. Az ő kulturális történelmük épp annyira, mint a huanaláknak. Kérdeztem egy kérdéssel? A főmágusok köre azt kívánja számunkra, hogy hát gyakorlatilag tevessük el ezt a kellemetlenséget a múltban, ami történt velünk, a kellően jó egymással szembeni hit és egyesség érdekében. Szeretnéd, hogy visszalopjam a harapói epikus történeteket? Sorátom értő ügy lenne, de nem. A körnek egy mozgékonyabb dologgal van problémája. A föld területe egy veszélyes és lobbanékony hely. És az ilyen lélekszívó óriás vándorlók, mint Eotas, még jobban meg tudja sebezni ezt a földrészt, mint ahogy tette meg annyi kastélya. Hát itt mondom neki, azt kérjük, hogy azonnal nézz szembe az istenséggel. Szinte nem gyakorlatilag és lehetséges dolog. Arra van szükségünk rá, hogy felkészüljünk a legrosszabb esetéségre. Mondd el a részleteket. Bekárna varázsló Neketekától északkeletre egy hát ilyen vizsgáló helyiséget, tornyot készített. A teljességed elérés érdekében a kör arra kér, hogy találd meg a kutatásait és annak eredményét. Mit elvész, mit tanulnál meg a csillagokból, hiszen egy ilyen csillagvizsgáló igazából. Ez a kör, amindest engem nem annyira érdekel. Semmi kétség van, hogy felleled majd a megfelelő dokumentokat. Van szemed az értékes dolgokra. Mérlegem kérsz fel, és nem bekárnál mágust. Eltűnt az akadémikus kutatásokról, és már az otthonában él. Úgy néz ki, hogy laboratóriumát elhagyta. Minden jel arra mutat. Persze elhozom a kutatási eredményeket. Viszont egy figyelmeztetés is adnék, hogy fel legyek. A Torn Bannermeni jelet hordozó, hát ilyen gyakorlatilag ilyen lelkek is, hát ilyen szerkezetek valószínűleg oda lettek állítva, hogy védjék a csillagvizsgálót. És minden okom megvan arra, hogy úgy gondoljam, úgy higgyem, hogy ott felfegyverkezve járőznek és utazgatnak. Ők az elite zsoldosok tagjai. Mi már szembenéztünk velük Crackhold ostrománál, ez még az első részben volt. Azt láthatjátok a végigjátszásunkban. Ó, beléptem és megzavartam a személyes történelmedet. Az érdekeltségem tehát itt kezdődik és itt ér véget ezen a szimpla ponton. Olyas valakiről, akinek nagy érdeklődése már elhagyta elméjét az arkánikus kutatások tekintetében. Olyan kutatások kapcsán, amit nekünk most újra kéne kezdeni. Tér vissza élve, vagy sem. De most, hogyha nem baj, egy birtokot kell újra élettel feltöltenem. És egy háztartást újra felfrissítenem. Hát igen, amit én okoztam. Rólad vannak kérdéseim, Arkemir. Mesélj magadról. Főmágusok körének tagja vagyok. Jobb vagy rosszabb módon. És mégis kellett nyitnom egy boltot. Hogy a birtokomat újra fel tudjam tölteni minden jóval.
Egy olyan birtokot, amelyet a világon mindenhol jól ismernek. Miért neked a kata, neked a kában telepettél le? Miért? Hát pedig elég egyértelmű a kör, ebbe a régióba fektetett be. És valakinek át kell látni az egészet. Így hát rám hagyták ezt az egész szerencsétlen évtizedet, hogy itt figyeljek és felügyeljek. Miért kötsz magadhoz impeket, hogy szolgáljanak? Antikvitásuk és ősiességük szórakoztat engem. És nincs meg a türelmem ahhoz, hogy az amúgy intelligens kitnépeknek a jövésmenését hosszabb távon elviseljem. Következő kérdés. Nincs több kérdés. Jó, akkor vagyunk. Tehát akkor ez megvolt. Akkor valaki szintet ugrott. Ó, barbár. Barbarisztikus módon szintet mert ugrani. Ó, ezt fel kéne erősíteni. Nincs any effect. Mi? Másodban kis zagadélet és instant clear. De ezt fogom fejleszteni, de nem tudom melyik legyen. Az a gond, hogy csak akkor van, hogyha a célpont azonnal meghal, akkor a düh értéke visszatér a részben, ez pedig a kezdeményezést növelik. Hát a düh jó lesz. Akkor még valamit itt oldalt kéne, dészból. Még ez sem rossz. Ellenség, ez jó lesz. Ezek még nem kerülnek. Hát akkor ezt egyelőre lehet, hogy nem tolom be. Vagy igen, mert itt látom, még van egy erősítés. 22 életerő. 5% resistance, védelem, és 5% a hitnek kritikussá válik. Na, sajnos ez a kettő jobbnak tűnik. Leap. De mondjuk csak egy körig. Ja, úgy is területre hat. Mindegy, benyomjuk ezt, aztán majd legközelebb beepelünk. Jó. Szuper, és akkor így hányasak vagyunk? 9-esek mind. Jó. Szóval 20-as a max szint egyébként. Na jó. Talán a kiégekkel még kicsivel több, nem tudom. Valaki játékban 20-as. Azért a 9-es szint az már elég szép. Na jó van, akkor én azt amondó vagyok, nézzük meg. A Serpent Crown gondolom nem tudunk bemenni, mi? Akkor ezt nem fogjuk megnézni. Na azért nézzük meg, hogy be tudunk oda menni. De oda is el tudunk. Nézzük először azt. Hát nézzük. Az van közelebb. Aztán itt van a királynő, és lehet, hogy a Sequestervnél van, nem tudom, hogy kiderül. Itt is vagyunk. Serpent Crown. Ja, a Kahanga palota, tehát itt lesz a királynő is. De a zene, az nem tudom miért ragad be, mert itt ezeknek van külön zenéje, ezeknek a negyedeknek, és én tök össze-vissza van. Ennek a helyszínek konkrétan az egyik legszebb zenéje van. Nem ilyen, nincs itt senki. Ez ugye Urnát Luxuris, de nincsen árus, pedig nappal van. Igazán érdekes. Ez mi? Muhai Estate. Muhai birtok. A birtoka. Remélem, hogy nem lesz összetűzés. Azt az egy szellem basszus. Each island in this miniature model has been carefully sculpted, lined with card rooms that indicate height. Minden egyes sziget azért a miniatúra modellen nagyon szépen és óvatosan lett gyakorlatilag kiszobrozva, elkészítve, összefűzve valamilyen gyűrűkkel, amelyek a magasságát a szigeteknek elképezik. Itten, recent finish letters, die scattered across the desk. Különböző befejezetlen levelek hevernek össze-vissza az asztalon.
egy félkész, hát ilyen, hát vagy hát legalábbis a darabjait egy ilyen bocsánatkérő levélnek látod, ami úgy tele lett öntve a tintával, lehet, hogy közben ugye ki lett öntözve, getve a dolog. Még egy kis antitót, termenne már basszus. Érdekes, ezeket is simán főzhetetem. De azért, mert szellemből állunk szemben, vagy miért? Ha. Ez mi? Valami versike, az nem érdekel. Minket. Rise of Cypher Rangas. Na, ezt viszont ezt lehet, hogy lefordítom. Ships Log of Tempest Turn. Hát... ez meg valami hajó jegyzék, de ez annyira nem érdekes. Itt egy szegény árva kutya. Ez mit ad a diplomácia? Ez nem érdekes annyira. Ez se. Jó. Ez mi a fene? Muhály remains. Muhály maradványai. Ez volt a muhály, és ott van a szelleme? Élettelen teste. Muhálynak. Érdekes, no, de nézzük azt a könyvecskét. Plot. Cypher Rangas felemelkedése. Ez most egy személy, vagy egy népség? Kiderül. Ja, hát nem, hát én is Cypher vagyok. Ami nem tudom magyarul, hogy lenne lefordítva, de... az én kasztomból Rangas felemelkedése. A holnai nép öröklösödési hát vonala és metódusa annak hát kezd megváltozni. Van egy olyan trend most, ami viszont vagy egy bizonyos trend és megszokás viszont konstansan megmaradt. Matarui variorok, ez a legmagasabb holnai társadalmi réteg, ami főleg harcosokat és papokat foglal magába, illetve a népek törzsfő is általában tradicionálisan ezekből a harcosi rangokból lépnek előre. A Mataru vállát hatalmas felelősség nyomja a kormányzóság terén is, és meghatározzák a praktikus, a praktikus tárgyalagos, illetve a spirituális igényeit is a törzseknek. No, tehát ezek a Mataru harcosok hatalmas erővel rendelkeznek, hatalmas hadvezetésű tehetséggel és bölcsességgel, ami a rangák számára természetes választásként ad nekik lehetőséget, hogy a rangák a rangjára térjenek. Nem tudom, akkor lesz ez a rangá. Aha, akkor ez biztos a cyphereknek egy ilyen felső csoportja. A kahangái törzs már kilépett ebből a hát mintából századokkal ezelőtt. Ahelyett, hogy ismert és tapasztalt harcosok és vadászok körülkerülnének ki tagjaik, a kahangaiak inkább sokkal intellektuálisabb és taktikusabb matarui születtek közül választanak már tagokat. Hát nem régi kahangai generációk tagjai emelkedhettek fel ebbe a nem éppen gyakori gyakorlat által, és inkább favorizálva az ilyen cypher kasztokat, mint amik én vagyok, a vezetőségi tagjai közé rakták. Néhány úgy vélik, hogy felfejlődhet, vagy ez a fejlődési vonal egy reakcióként van jelen, ami elterjedt a külhoni hatások által, a láva földi földrészen. De a tradíciók nem lépnek túl, mint ami éppen megfelelő kell, hogy legyen, tehát az alapigények ezért megmaradnak a tradíciók tekintetében. A második ez a királynő. A legfrissebb ilyen Cypher Ranga, aki eltökélt abban, hogy ne legyen ő az utolsó Cypher Ranga. Igen, eltökélt abban, hogy eltörli a huanai fölényt itt a régióban.
felemelkedve olyan szintre, amire más törzsek csak szerettek volna, a kangaiak áldottak és tiszteltek abeni eltökéltségben, politikai manőverezésekben és támadságtartásban nagyon erősek, ezen kívül szembenéznek a nyughatatlan és a legkeményebb próbákkal és nehézségekkel szemben is. Ez minden abban is látszik, ahogy egy általános Cypher-kosztú karakter is próbál előre törni mindig. Milyen nagy erővel és hívvel. Mint például én, mi? Na nézzük, muhahaha. Mit akarsz? Hát, itt vagy. Igen, itt vagyok. Élek. És mi hozott el ide téged? Miért kellett ilyen sokat várnom Rikuku küldöncére? Ez Berut csak Uanai néven igazából. Berut istenség. Vagy Berát? Jó, Berát Asherjéként, tehát ilyen... Mi is az az Asher? Lecsapójáként? Lesújtójaként érkeztél? A külföldiek még az isteninket is megtévesztik. Nem egy törpének kéne lenned? Én nem vagyok a lesújtó, én a váltó vagyok. Ó, elnézést. Nem találkoztam még látóval. Nem is fogok már újra, úgy vélem. Hát élő állapodó biztosan. De azért vagy itt, hogy elvigyél engem, nem de? De sajnos vissza kell utasítanom. Sosem fogom elhagyni ezt a falotát, amíg igazság nem tétetik. Magran útját követem. Sajnos mégis a betegség elvitt engem még a kitűzött időm előtt. Egyedül és magányosan haltam meg tisztelet nélkül. Rendbe kell ezt rakni. A testem nem maradhat itt rothadásban elfeledetten. Úgy érzem magam, mint valami förtelem. Ide bent. Úgy van, akkor ez a... Ki voltál te? Én nagyon sok minden voltam, és... Kötelességemet úgy cselekedtem meg, hogy tisztelet teljesen nézzen ki az én népem és társaim számára a munkám. Egy tengeri kapitány voltam, egy nagy felfedező, és megbízott és bizalmas tanácsadó magának a királynak, vagy királynő számára. Most pedig ez volt korábban, elhagytam a tengereket a hegyek szeretetéért, és hogy térképeket, és tanácsokat jegyezek fel sokak számára. Én voltam a fő navigátor, ezzé tettem saját magamat. Tudod, hogy hol vagy most? Valamban nem látok semmit ebből a helyszínből, talán csak távoli fényeket. De úgy vélem, hogy közel kell lennem ahhoz a helyszínhez, ahol meghaltam. Egy lépést sem tettem azóta, miért a sötétség eljött értem. Mi volt az utolsó dolog, amire emlékszel? A betegség és a rosszul lét. Napokon át, saját mocskomba feküdve, ahogyan a betegség egyre jobban lesújtott engem. Attól haltam meg gyakorlatilag, hogy nem tudtam aludni. Utolsó lélegzetemben is próbáltam aludni, de ez nem sikerült. De azonnal tudtam, amikor minden véget ért. Úgy vélem, akkor ez a test a tiéd. Igen, azt úgy vélem. Kahanga törzs Mataru társadalmi rétegéből. Egyedül hagytak meg itt meghalni, és elfeledettem. Erre nem is gondoltam volna. Rendben teszem ezt, ígérem. Életemben mindenféle kihívás elé álltam. De most nem az én bajnokom. Magran mosolygjon rád tetteidért, és tetteidre. Vidd el a testemet Magran templomába, a megszentelt lépcsőkre. Ott van egy nagy tűz, ami örökké ég. Égesd el a testem ott. Így talán Magranhoz tudom testemet és lelkemet is ajánlani halálom után, vagy halálomban. Nem... ettől az a korábbi életemtől elszállni, egészen addig, amíg nincs minden rendben. Rendben, teljesítem utolsó kérésedet. Te egy áldás vagy. Mondhatnám, hogy kicsit későn értél, de mindegy. Értél ide, de mindegy. Követni fogom a fényedet.
a lángok tűzvár megszentelt lépcsőknél. Hát már egy csomó minden oda köt. Egy hét iránt annyi küldetés van oda, meg ide is. Amúgy... No hát menjünk tovább. A fordítás az olyan, amilyen, de most nincs idő, mit nagyon gondolkozni rajta, és olyan meleg van, csoda, hogy tudok gondolkodni, tehát ezt tegyük hozzá. Egyáltalán nincsen se ventilátorom, se ez, se az, sajnos egyelőre még, de majd lesz. Na megint egy birtok, Lady Eperu birtoka. Itt egyébként nem jártam soha, talán egy-két képen láttam ezt a területrészt. Ami ráadásul legyen hajós utazásaidon utazó. Kedvesek itt az emberek. Egyelőre semmi gond. Minden a legnagyobb rendben ezen a területen. Na nézzük. Fölveszem, nem tudom milyen scriptelt esemény lehet. Hoppá, Lady Eperu. Mi a francért léptél be otthonomban hivatlanul? Azért vagyok itt, mert férdiát tisztek ki a fejedre. Oly szabadon kimondod ezt az információt? Ez az első alkalom, hogy itt jársz. No, akkor ezek szerint ezt le is kellett verni, jó tudni. Na, kivel vagyok én? Ezzel azt hiszem, ez volt az a Burn, igen. Burn. Csak az a gond, hogy ezek addigra lehet, hogy arrébb mennek. Úgy bizakodjunk, hogy nem. De tartok tőle, hogy igen, de nem baj. Mert a bolondja csak kicsit jött közelebb. Mi van még itt? Stand? Ez is területre ható? Hát valami est, akkor ilyen ez. Jó, a következő körül megszívjátok. Ej, basszus. Ez így nehezebb lesz leverni. Ütögess csak, amíg nem szakítod meg a dolgokat, addig no problemo. És úgy látom, ezeket már nem szakítjátok meg. Na, most használjuk ezt a erősebbítődési dolgot. Nézzük, hogy mennyire hat rád. Bacs! Hát lehetne jobb is. Mondó vagyok. Kicsit felgyorsítottuk magunkat. Lacs! Na mi van? Na azért azt hittem, hogy nem dől el. Megijedtem. Ez is tudja használni? Stun egy köré. Jó, és akkor most jön ez. Most így betoljuk. Lát. Elég sok életerejük van ezeknek a rohadékoknak, mit nem mondjak. Lehet, hogy elő kellett volna varázsolni ezt-azt. Az igazság. Az is lehetett volna egy kicsit jobb. Ez mi? Ez is tudja azt használni? Az is stunnolódott. Haha, ez meg egy missz volt, barátom. Jaj, ne egy kutya? Harci kutya. Ajajaj. Hát ez egy ilyen Rottweiler. Ha jól látom, basszus. Eléggé tud szivatni. Hány ilyen kutya van még? Elég legyen. Na mi ez? Kétszer lép egymás után? Mi a fene? Ez így nem lesz jó. Majd egy kicsit gyógyult. Na hát... Furcsa. Ez mi? Ja, hát ez most jelen esetben nem sokat ér. Próbáljuk ezt minél hamarabb eltüntetni. Ez így nem lesz jó, de nagyon nem. Ezt mindig le döntjük. Nem ide jó. Ez mi? Frighten, de próbáljuk ezt. Inkább lövök. Nem sok HP-ja van már. Nekem sem. Basszus, ez el fog állulni. Ha mindenki azt lövi, akkor... Tuti. Hát, nem tudok mit csinálni. Az kimúlt. Anya, ez is kifog. Mert ez várható volt. Ez szép volt.
Viszont most akkor így nincs gyógyítónk gyakorlatilag, ami egy kicsit gáz. Magunkra kell rapozni. Megpróbálom ezt valahogy kiütni, ez nem tudom, ez ki lehet-e. Akkor ezt odáig nem érek el. Na ez jó volt, a mellette lévőket is megszivatta. Na most meg arra mennek rá, basszus. Érlet. Na jó van. Ez így nem lesz jó. Főleg így jön, hogy nem tudok csinálni semmit, mi? Ez mi a fészkes fene? Bakker. Amit csak lehetett ide tolt. Áh, bakker, ez így nem jó, nem tudok elmenni innen. Áh, csak rosszabb lett a helyzetem. Francba kellett nekem annyira előre menni, bár tök mindegy, mert olyan kicsi a hely, hogy... Ez nem adtak mindegy. Akkor az is elhunyt. Azt hittem, hogy ez könnyebb lesz. Hát nem. Az. Mindegy, majd a fiúk megoldják a dolgot, és a vörmet tudok előhozni. Nem is egyet. És még azt hittem, hogy ez egy könnyű dolog lesz. Bakker, már rohadtul nem az. És persze egy HP-ja maradt körülbelül. Természetesen. Azokat már nehezebben fogjátok leverni. Hát igen, azon meg nem fogtok sokat szivatni. Az a faj. Ez sok ilyen. Na most meg arra mennek rá, hihetetlen, hogy mindig a leggyengébbeimet támadják. Abba bizok, hogy ezek pár kör után eltűnnek, ugye így van ez. Nagyon remélem. Kicsit arrébb. Majd eltalálom. Megtaláltam. Ajjaj. Vannak bajok. Kompecó. Ah, ez nagyon durva. Ez a skillje. A barbárnak ezért olyan jó. Ez jó, hogy saját magát megsebezte. Érdekes volt. Na, akkor így megoldjuk a dolgot. Hát azt nem tudjátok úgy leverni. Vagy mégis, basszus, ez mi a francot szivatnak ilyen sokan? Itt vannak bajok. Most meg ezek a szarok is. Én bizakodok, hogy ezek eltűnnek hamar. Szerencsé, hogy a gyógyulás után még tudok ütni. Jönjünk szépen hátra. Nyeltünk a rohadék. De már csak nem érnek el. Na, azt hittem, hogy jobb lesz a helyzet. Megújjuk. Ugye, amíg így nem, hogyha ilyen 20-akat szivatnám. Most igazán megfullhatnál. Na. Így, igen. Ja, akkor az ő halálba tűntek el, de akkor jó volt a taktik. Na, egy HP maradt körülbelül. Szokásos. De most már vége. Neki-e? Ja, ez viszont nem volt jó, amit most láthattunk. De már nagy kárt nem tudnak tenni, csak a többiekkel lesz problematika.
Atlas! Yes? Onward! Ready when you are. Milyen jó bírják ezek a kalózszerűségek. Érdekes. Hoppá, az eltűnt. Az is. A munkra maradtunk. Összehullott szegény. Valamitől. Ezekkel lesz most probléma, mert van egy. Miért nincs hát? Ja, itt van. Ó, de jó, kevesebb gyógyítást kaphat. Aki a fortitude de csökken, az a kisebb baj. Fine, Rapier, nálam ez ennél ma jobbak vannak. Nézzük meg. Meg lett, return to desire-ral. A trading card in Danish. A Danish úgyis vissza kell majd menni. Most ide rakta, vagy közben azt mondta neki, hogy ide rakja. Midi Espero térkép részlete. Ezen a darabon, ezen a szét hát, csipkedett térkép darabkán ismerős ízek láthatók, és a Lávaföld szigetcsoport földrészei, de többi térkép részletben megmondhatatlan, hogy mire vagy hova mutat, vagy hogy hova lehet vele eljutni. De van egy feljegyzés, Espero. Részben, hát kívánságom okán arra kérlek, hogy adod adj még 2 hetet legalább, mielőtt elküldenéd a kutyáidat utánuk. Tudom, hogy szükséged van gyorsan a pénzre, de engedem nekik, hogy előtted lehessenek. Elásom a kincset. A számunkra, hogy majd később osztoztassunk rajta a Henke kapitány. Lady Eperu feje. Ez milyen Light Armor 5-ös. Ez már nem olyan jó. Na, nem ezt akartam. Na, érdekes, annak kell, hogy piros, nem piros. Hol a piros? A piros. Ez pedig egy nyaklánc, plusz egy intellektus, illetve ehhoz a white leaf after arrest. Hát ez annyira nem ér sokat, amiába keveset is ér. Hát mondjuk ennek hiába adom. Ennek már van nyaklánca, ez mindenféle egyebet is ráad. Igazából annak kell csak intellekt többé, nem igazán. Életerőt ad. Nekem interaktet ad. Power Surge-et. Hát igen, ez nem jó. El lesz adva. Mik adnak itt? Egy fine van, ezt azért nézzük meg. Igen. Light Armor 6-os? Nem is olyan rossz. Megértem, miért bírták ilyen jól az ütéseket. Hát azért mindig jobb, ami rajtam van, ennek rajtam, az is jobb. Hát akkor ez kuka. Nézzük ezt. Valószínűleg ez is gyengébb lesz. Ja, nem csak hülyeség, ennek van. Keverjük, ne keverjük. Van headed, ja, ez kétkezes. És jobb is sokkal. Az initiative egy kicsit lassabb, de... Ja, franc. A szintet ugrottunk. 10-esek vagyunk. Inside belátás. Meglátás inkább, mint a belátás. Na, 5. szintű varázslatok. Ring leader, dominated, charm. Ez a loot. Hmm, ez még nem rossz.
De ezt csak egy emberre lehet rakni. 50% a kisítéseknek sima ütése alakul. Ez nem rossz, de mondjuk ez sem rossz. Fókusz, meg valami nyomva. Action speed, with spells, mondjuk ez sem rossz. Action speed, with things complete a spellcast. Na jó van, akkor szerintem ott be is toljuk. Ez mi attacker stand for egy. Brutal backlash. Mondjuk ez sem rossz. Erősíti a sebzését a... Csak mondjuk a backlash-en meg sincs. Max életerő, range with spells. Ez sem rossz. Még messzebb lehet. De inkább először ezt nyomjuk be, mert nem baj az, hogyha előrébb tudok varázsolni. Most akkor így 10-es vagyok? Yeah. Ezzel pedig nem. Szintén varázslatokat. Acute. Intellect és plusz egy power. Cannot die for egy round. Ez sem rossz, egy körig nem halad meg. Resonate. Ez nem rossz, az ellenfél belemegy. Valamilyen kontaktusba lép. Ez volt az egybe is szerintem. Éget, mint az őrület, és meg is vakítja egy ideig. De ennek is van action spellje, úgyhogy először azt toljuk be szerintem. Mind a kettőnél jól jön. Véleményem szerint. És csak van itt a healing, ez sem rossz. Ez nem tudom betolni. Fighter stances. Szóval hagyjuk. Szépen betoltam. Igen. Ez mi? Ez annyira nem. Lehet, hogy deflection-hez tolok. Armor recovery penalty, az se rossz. Szóval ott betoljuk, mert ennek akkor tudok ilyen nehéz. Páncélokat is rakni, szóval most is nehéz van rajta, nem? Nem, médium. De valamikor filoztam azon, hogy egy nehéz esető lenne esetleg. Na hé, ez jobb, nem? Reflection, ezt miért nem raktam be, basszus? Mi a fene? Akkor ezt is megnézzük. Ez 9-es, ez is jobb. Miért nem voltak berakva? Third. Hol adtam egyáltalán? Nem jobb. Szerintem nem jobb. Nem jobb. Ez mi? Ez se jobb. Ez mi? Heavy armor. Ja nem, akkor te heavy armor kasz, basszus. Akkor te kapod ezt. Viszont a varázslók azok meg azt kapják, de te kapsz egy ilyet. Illetve nem, te kapod ezt, és te kapod ezt. Ez csak 8-as, ugye? Ja, a többi az ugyanatod nem érdekes. Hopp, még van egy satyek. Viszont sok damage grants, de bírod a textotosan sok damage-ra bírtál. Ha megsokkolja valaki, akkor a hordozó támadója, tehát kire húzom ezt, támadása is egy rövid ideig sok sebzést is kiosztanak. Akkor ezt már adjuk is neked. Na, én nem tudom, ezeket hol találtam, hogy miért ide raktam. Medium shield 8. Ez még large, viszont az accuracy-t leviszi, azt nem akarok annyira levinni. Accuracy-t, ezek miért nem voltak berakva? Még van pár ilyen. Csak hogy biztos legyen. Mindenkinek van, valószínűleg szinte. Ezt leadjuk. Kinek? Valaki amúgy elhasználtam, ezzel használtam el egyet.
Akkor így be tudom rakni ide. Valami hiszem, hogy nagyon kell. Na jó van. Egy jó kis inventory kezelés után. Nézzünk tovább. Rehozzuk ki. Ezt nem fogom lefordítani sajna. Ez mi? Ezek mind ilyen vallásos hülyeségek, azok annyira itt nem érdekelnek sajna. Na, nézzük, nézzük. Scroll, withdraw, nézzük. Ah, láthatatlanat lesz, és az életerőt is szépen visszahozza, illetve úgy látszik ellenség ellen stunnolást okoz, méghozzá 4 körig bakker. Scroll, fear of the body, fitté tesz 12 körig. Mivel ezeket azonnal varázsolom. Ezért érdemes, sőt néveiknél még utána tudok csinálni valamit, úgyhogy érdemes használni az összeset. Light armor 7-es? Na ez viszont elgondolkoztató. Ez is 7-es az ott. Igen, plusz armor ratinget varázsotok ellen. És akkor ennek van még, de az is sárga, úgyhogy lehet, hogy nem, nem jobb. De már majdnem. Erre mondhatjuk azt, hogy ez majdnem. Na, menjünk akkor erre. Climbus negatív szobor kidolgozás annyira részletes, hogy a legkisebb ujjától gyakorlatilag a csodálatos fogak kidolgozásáig minden nagyon szuperül ki van dolgozva. Kéne vonáson. Jó, menjünk. Nincs semmi. Neki főfele is lehet menni. Jaj. Éderi szokások, ez volt az egyben. Szerintem, vagy itt, nem tudom. Az éderi a birodalom eredete. Az első rész, az éderi birodalom első rész. A birodalom eredete. Hát sajnos ezeket se fogjuk. Hopp, azt hittem, hogy az lesz a titkos. Ez mi szkolasztok, de mindenkinek kis védelem. De én ezt tudom használni. Arcana 5-ös. Ezt ki el sem tudom használni, basszus. Ezt a fit, ez mire jó, a Constitution. Ez csak 64-et ér, ez 126, ez is 64-et. Lehet, hogy eladom, nem ér annyit erre szórakozni. Stiletto, hát ezt nem nagyon használunk. Sajnos. Újabb. Elvőben szerintem eladok, mert annyi van, hogy felesleges ennyit. De erről a négy párát. Egy névtelen kalóz naplója. Hát ez is annyira lényeges. De ha magyarul lenne, akkor felolvasnám, de így nem fogom. Hú, armor rating, jöhet neked. Aztán vannak cuccok. A versiket, ez már többször volt is. Ez is volt. Még talán az első részben is volt. Ott pedig ugye le van fordítva, szóval is olvastam mindent, ami történt első részben. Vagy ami könyv volt. Azt mind felolvastam, úgyhogy... De rohadt meleg van. Nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire rohadtul meleg van. Így, hogy nincsen ventilátorra semmi légkondi. Egy csellőre majd terve, hogy valahogy megoldom, mert nem tudok. De... Na jó van, kicsit gyorsítsunk a dolgokon. Ez egy őr. Egy hölgy. Szóval te lennél az? Hogy? Micsoda? Nem tudod, miről beszélek, édesem. Akkor elnézést. Elnézésedet kérem. Nagyon sok ellenséget szereztem az évek során. Néhányuk azonnal elfutott. Vagy felfutott a hegyre, felső, ahogy... Hogy lásson engem, ahogy a nagy... Hogy hívják az? Fióca. Karmai.
elérnek engem. Az én esetemben valami mélység vagy gyengvitéjei eszköz lenne egy pióca helyett az ellenfél. Tényleg? Gondolom sok munkád volt ebben, hogy ennyire elismerti ellenfeleket kap, és ilyen kemény ellenfelekkel élni. Én Nungata vagyok, a bálnak szétvágó. Én tisztítom meg a dzsungeleket, és a tengereket és az ilyen csúszómászó lényektől. Később pedig ellenségeket szereztem magamnak, amikor a sokkal halálosabb prédák után vadásztam. Emberek? Nagyon sok emberek ellen? Vagy igazán magas hölgyek ellen? Vagy kalózok ellen? Édesem, gyakran igen. Én egy fejvadász voltam. Már évek teltek el, mióta utoljára a szigonyt használtam. Mostanában már ugye nem csinálok, már eltoltam magam ezektől a fejvadász és hasonló küldetésektől és dolgoktól. Ez a Materu féle nyugdíj a számunkra. Milyen fejvadászatos feladatok vannak most fel lehetőképpen. Érdekelne egy, nem de? Hallottam, jó munkát végeztél a Boku számára. Hasonló módon kezdünk valahol, úgy vélem. Hasonlítunk kezdésben valahol, úgy vélem. Vigyázzatlak, hogy nagyon veszélyes fejekkel üzletelek csak. Egy hölgynek kellenek standardok, ugye van. Úgy érted, remélem azt is, hogy nagyon jól megfizetett fejekről van szó. Igen, jól véled, vadász. Nézz szembe tehát a nagyon okos Bénával, egy nem épp népszerű törpel, aki egy misztikus az obszkúra dolgok közül. Egyébként egy... minek hívják ezt? Egy ilyen guberáló, nem azt mondom. Azoktól leszel mindent, akik először megbíznál egy éjjelig, aztán pedig gyorsan ellopja az összes pénzedet. Amikor kivéreztette a áldozatait. Bénát legutóbb Hasongói szigeten látták délnyugat, vagy délnyugat Rászongorón egy szigeten látták. Mielőtt elmennék, még kérdéseim vannak. Hiányzik neked a vadászat? Hiányzik az utazás a szigetcsoportokon keresztül. Nem tudok válaszolni senkinek, és nem tudok beszélni senkivel, csak az én üres hasammal és üres pénzes erszényemben. De ilyen a fiatalabb hölgyek játéka. Jobb, mint ami elém állott. És... hát éhes gyilkosok elé állított. Én mindig vadászom Bénát. Hát tudom, hogy egy elfoglalt ember vagy, megértelek. Ha megvan a fejed, tér vissza hozzám. Hát mennyi ilyen fejvadászatot van, ereti? Keresel társaságot a utolásait során a Földön? Én ezt szeretnél egy kis barátot szeretni magadnak. Nézzük, mi van neked. Ja, hát azt hittem, hogy hozzám akar állni erre. Ez mi? Ó, ez nem rossz. Na jó van, ezeket eladjuk. Van mit eladni. Ezeket is. Ezeket is. Ezeket is. Mi a még? Ezeket is. Kutya mit tud? Nem sok mindent. Ezt a kutyát nőben hagyjuk a damage miatt. Ebből van a rohadtul sok. Hát ebből nincs, úgy látom. Ezeket meg nem hagyjuk egyelőre el. Azt amennyi pénzszer váltam. Ott ilyen állatokat lehet venni. Ja, akkor úgy értette, hogy akarsz valami kis fajtást szerezni magadnak. Házi állat kapcsán. Hát már van, mert még lehet, hogy lesz is. Lehet, hogy... valahogy tudgatni fogom. Jaj, elnézést.
A meleg teljesen álmosít. És nem is vagyok éhes a melegben. Ilyenkor lehet fogyni, mindenki fogyjon, ilyenkor van lehetőség erre. Keletre lévő út. Letere. Ki vagy te? Szóval úgy gondolod, hogy ez a véset nem csodálatos, és nem egy kulturális referencia azokhoz az emberekhez, akik alkották. Pontosan mely a része annak az ősi Huannak ő vésetnek, ő táblának, amit nem értesz meg. Ősi. Sok szerencsét, nem tudom milyen barátaidhoz. Mi van? We are done here. Ha. Ez érdekes. Ugye itt végeztünk. Hát jó. Lehet, hogy már nem vagyunk jóban, nem tudom. Ja, majd lehet, hogy akkor harcolunk el a kompaninál és társaságnál. Ugye levertem már egy osztagukat körülbelül. Ez is majd lehet, hogy vissza kell menni. Nagy csata lesz. Takano birtoka. Hát menjünk be, hogy oda. Takano birtoka. Egyébként most már nem sok részt lesz ebben a nagy fővárosban. Ez nem még talán még kettő. Biztos, hogy be három. Aztán végre kimegyünk a tengerre, és utána tengerészkedni fogunk. Ó, ez valami harc központ. Harcászati központ. Mit mondasz utazó? De ahogy is gyenge, ez amit esetleg még lehetne. Na, csak menjetek ide, és ezzel megyek ide. És akkor mi a franc? Én nem tudom elvinni. Azért. Hopp. Nem csak. Ennek ez. Ez ki volt számítva? Szóval ki volt számítva. Mataru Chanter, Mataru Elementalist. Itt vannak a Mataruk. Storm Joint. Ez valami méreg. Ez nem nagyon rossz, csak hát Mataru Druida, Mataru Harcos. Ez a cápa, amelyet közepes ugrásában, ezt nem igazán értem, vésztek ki. Egyszerű fa darabokból készülhetett. Egy széles penge van ide helyezve. Mögötte pedig bevésett szavak. Amit azt olvashatjuk. A harcban lévő bátorságért. Ez egy ilyen harcviselte kürt. Látható, hogy óvatosan és szépen lett megjavítva. Jó van. Ja, itt is van még basszus egy harcos, de jó. Talán a külsőt azt nem látja. Például, hogyha mozogó volt az itt tökéletes. Ez mi? Azt a megvan a Cornetto Face, azt is se tudunk menni. Ó, ez kellett még a, ha jól emlékszem. Cornetto Face. Mi a franc? Akkor lehet, hogy ja, a másikat már beraktam valószínűsítetően. Mert ugye nem tudtunk bemenni ahhoz a speckó helyhez. És majd oda visszamegyek, hogyha megnéztük ezt a helyet. Majd van egy kulcs, Takano kulcs, de mihez? Mihez van a Takano kulcsa? Na jó, jó, erős mechanikunk van, látjátok, látjátok. Ugye Atletica Survivor, az nem kell, mindegyik elég magas. Szerintem neked még jó lehet. Na. Hát szuper. Nem tudom, hogy hova kell Takano kulcsa. Ja, lehet, hogy valamelyik zárhoz kellett volna. Takano. Egy öreg Matarui ember. Akit fiatal guanaiak vesznek körül, tanítványok, tanulók. Felnéz, felfigyel rá, üdvözöllek otthonomban. Miért jöttél el villámba? Olvasd ki Takanos lelkét. Hmm.
először megijedsz, hogy a erdei tünde van előtted. Azt gondolod, hogy esetleg a vajjai kölcsön összegyűjtői küldték el. Ja, nem, ez most nem rólam beszélem, ő róla valószínűsítetően. Annyira nem lényeges. Azt hittem, hogy küldetés is lesz. Na, viszont lényeg az, hogy megtaláltuk, amit be tudunk majd rakni. Ezt ne elfelejtsem. Oké, menjünk először erre. Mondjuk itt fönt lehet bemenni a palotába, ja, de az a felső szint, ez az alsó. Nem tudom, beengednek el az alsóba. Kiderül. Mit mondasz, őr? Várj egy pillanatra. Meglátogatod a palotát és a szentélyt. Te figyelztek le. A királynő, ójaj. A kereskedelmi társaság viperáival találkozik. Vigyázz, hogy nehogy megharapjanak, akkor jó, hogy megmarjanak, jó, hogy megtámadta onnult őket. Ez furcsa módja annak, hogy így veszély szövetségeseiddel. Kemény szavak, az igaz? Információ vannak a királynének, megtalálod őt a trón teremben. Azon az ajtón keresztül mögöttem látsz. Informálom az többi őrt, vagy a céljádról, célodról. Hogy meg fog-e hallgatni a királynő a vendégein felül, az már egy más dolog. Hát, ha ő is annyira utáljuk a viperákat, akkor talán meghallgat engem. Először akkor fönt megyek be. A közöbe este ledett. Majd meg a tetőtér. És majd egy macska. Hihetetlenül mindig lejön ez a izé. Pléd itt erről a padról. Nem látjátok, de diplomata, van egy diplomata. Lenatáj. Diplomata. Legyél kedves királynőnk a vendéglátásával kapcsolatban látó vízformálni, akkor Edgar igaz a baráti. Jó neved van. Baráti. Biztos barátias vagy, viharszóló, ezek ilyen speckó varázsban. Matarói hírvívő. Az őrök, veszünk közel a barátival. Együnk barátiak vele szembe. Most magából beszél. Azt mondja, olyan szagja van, mint amit, akit megérintett a nagy pióca azért? Nem pióca, az valami más. Jaj, minek hívják, az valami halfajta szerűség. Jaj, minek hívják, azt is nem jut az eszembe. Itt ez barát is. Olyan, hogy te ember vagy, aki rajta ül a tüzen halálon át. Tüzen vizen halálon át kalandozik, mi? Igen, láttam tangolul a állkapcsát egyszer vagy kétszer, de lehet, hogy háromszor. Jövő Tangaloa. Ja, az is berátsok, ezeknek is ezek is máshogy hívják. Ezért, hogy szembenéztél a harcos Tangaloával, és többször legyőzted ellenfelét következő életben. Barátinak van egy felajánlása a számodra. Jó érmék etetni az ilyes isteneket, nem? De te is fejvadász vagy, és fejpénzt szerzel. Azokat jutalmazom, akik tisztelettel nézhetek szembe a nagy, amit teszem be az érbasztus piócával. Ez baráti célja. A álmok földjének szörnyei soha ne lássanak azt kívánom éhséget, vagy ne érezzenek éhséget. Milyen fejvadászok küldetések vannak számodra?
Tangra éhes lett Dicsőre szemére. Egy valai kapitány, aki a különös adrákat kutatja meg szentelt földeken. Oké, elfogadom a... Tudtam, hogy így lesz. Dikila Alissio nevű hajója Neketekatul a délre lévő üzeken van jelen. A nagy fióca éhes az ő lelkére. Hát elég sok ilyen fejvadász küldetést kaptam, mint nem mondja. Kahanga palota, tehát akkor ez nem is a palota, hanem csak ami alatta van. Érdekes. Amira áldással legyen rajtatok, utazó. Amilyen oldal, akit fekszenek a különleges levelek és könyvek között, láthatóan nem mint huanai betűtípust használnak. Ó, kombatolni. Hát ez annyira nem. Annyira szerintem nem érdekes. Ez viszont igen. Ó, találtam megint valamit. Tavei Snapper. 25-esen itt befelelősz. Jaj, mindegy, nem vagy őknek van. Oké. Ó, újabb. Szerájuk. Egy gyógyítós tekercs. És egy felélesztő tekercs. Akkor szóval ezeket kiszedem. Aztán vannak cuccai. De ezt eladtam, nem? Igen, mert csak a Body Afflictionhez ad dolgokat. Na, hát vannak itt jó dolgok. Hát, ez viszont gyenge. Jó, akkor megvan. Nézzük a másik oldalt. Bár az aljai kollekció is nagyon impresszív, de a pengék kevés része igazán éres még. Yes. Stormseeker warning. Stormseekerek figyelmeztetése. Hercegem, vigyáztattam a kamaukaiakat, hogy ne hívják le az eső felhőket. Az erődön kívül élőkre. De mégis fellelkesíti, hogy rozsdás fegyvereivel és kemény erejével harcolhat. Ami azt mondatja nekem, hogy valaki le kéne, hogy nyomja a trükkjeit. Valaki olyan, akiben még bízik. Tisztelt téged, hercegem, de azt mondom, hogy egy olyan vér, amit nem tudsz irányítani. Annak az a, nem fogja megköszönni neked, hogy össze dolgoztál a fióca barlangjával valakivel, ruháiról valakivel, tudod azért mindig, hogy itt van a nyelven, valami ilyen, mit eszembe basszus, mindig. Elég nagy hitet és hűséget szereztél az, hogy megtrüggözd Nagitát. Most pedig vedd magad az Amira hát mintáját, és várj, mi ki kell a tojás. Ez azt mondtam, hogy kifejezés. Ki kell a tojásból valami. A turbulens egek változásról szólnak, és feltüzelődésről. Én azt mondom, jöjjenek hát. De ments meg valami erő, ments meg erődet arra napra, amikor az egek újra tiszták lesznek. Ajánlottam a kamukiaknak, hogy keressenek meg téged. Van egy hely az ő számára a flottában. Ha szükséged lenne Amira élesítő felszerelésére. Ezt teljesen értem, de mindig. Miről van itt szó? Bármilyen lény is,
amihez hozzátartoznak ezek az állkapcsok, láthatóan iszonyat masszív hatást keltenek. Hát jó, nagyobb, az biztos. Még egy huánai kolor. Huánai korona. Kanga pelis kanga ruptok. Hát akkor köszönjük a ruptokba. Hát ez se egy kis helyszín. Elég sok helyre be lehet menni. Még nem tűnik teljes tető. Ja, de itt van. Mégis a tető. Akkor oda le, hogy tudok menni? Mert látom, még van egy ilyen párkány rész, vagy egy ilyen erkély. Nem tudom mi az. Nincs itt semmi. Nem a... Idősebb Stone Speaker. A fény és a levegő által hát megtolt ilyen vízfolyamok úgy formálódnak, mint hogyha ilyen halak repkednének benne. Lehet igazából nem? Na várj, de akkor hogy tudok kimenni a... ezért az erkélyre sehogy? Érdekes. Ja, de itt van. Aha. Szréket. Mit adsz? Ó, healinget, az se rossz mondjuk. Kérdőd Calder. Hello there! Hello! Visszóra jöttél, nem harapok, ígérem. Igen? Örömmel mesélek magamról, barátom. Örömmel. És kedves vagy, hogy így kérdezel rólam. Jó, mondjuk a legfiatalabb egy nemesi házból. Kérlek, most ne csinálj ilyen arcot. Vagy egy szegény... depresszív... bolond. Gondolhatnád, nem. Ne rám pazarolt szimpátiádat. Tényleg úgy nézhet rám, mint aki esélyes lehetővé tekintve, és nem büntetésképp. Minden egyes... minden a kényelemért, és semmi a... jaj, akartam mondani nektek magyarul, a felelőssége. Mi az, amit nem jó ebben szeretni? Mit csinálsz itt Lávaföldön akkor? Mi az elinde messzire utazókat a Lávaföldek szigetcsapatjától? Kalandok, természetesen. Felnevelésemkor is már nagy szeretettel voltam a heroikus történetek során, amikor még fiatal voltam. Az apám birtoka körül lófráltam, tudod, és hát Gerward úgy gondolta, nincs itt most az idő arra, hogy nevet szerez magadnak. Szóval itt vagyok. Azt mondhatom, hogy sajnos kevés hasznomat teszik a zöklök harcában. Jó egy kis mágiát csinálni, és szép térképeket rajzolni. Szóval a térképészet tekintetében már van belátásom a Lávaföld nagyobb szigeteinek vad vidékeire. Ez így veszélyesen az is saját magad egyedül megoldani a dolgokat. Ó, de megéri a történetek kapcsán, miket majd egy nap elmeséltek. De igazából, ha csak inspirálhatnánk másokat ezáltal, vagy magamat inspiráltak a korábbi régi történetek, milyen csodálatos lenne, nem de? Minden esetre elég a beszédkémből. Biztos van más dolgod is. Enough of my prattling. Surely you've learned. Ez lehet tanítani, számomra, amit megtanultál a kagyjai során. Persze, különben egy kis árja cserével, mondjuk 3000 részpénz. Hát legyen most sok pénzem van, úgyhogy kaptunk egy csomó ilyen történelmi tudást, meg meglátást, meg mit tudom, amiket. Azért végül is megérte. Végül is. A királynő, nem tudom, hogy menjünk, mert ez jó hosszú talmas lehet, gondolom én. Úgyhogy oda lemegyek. Is tudok lemenni? Most. Hmm.
Különjel is ilyen hírvívő szerűség. Ilyen kikiáltó, nem tudom. Na. Na, mondtam én, egy hátvezető is van. Ugye, hogy föntről jöttem be, most ugyanúgy jöttem, mint előről jöttem volna az ajtón keresztül. Látványosak ezek a vizes hatások. Biztos akadozik a játék amúgy. Why I am flattered by the esteemed Hazanui's confidence. I must wonder how my people are meant to have destroyed ezek a vajjai. Nem tudom milyen kereskedelmi társaság tegyék. Habár tényleg megható az, hogy mennyire nagy a magabiztosságod. Azon gondolkozok, hogy ez én emberek hogy gondolhattak arra, hogy elpusztítanak mindent, egy teljes kolóniát egy éjszaka alatt. Hogy gondolhatjátok ezt az én embereimről? Mondd el te! Nincs bizonyosságom arról, hogy a ti előörsétek Port Mayan túlérte a legutóbbi vihart. Úgy veszed, hogyha én tudnák parancsolni a hullámoknak és a viharoknak. Ha vár rám uszítod sértéseidet egy szélesebb körebb módon, miért nem figyelsz inkább a kangai szövetségeseidre? Mi nem osztozódunk az ő tudásukban, a fírt formálásában. Úgy látom, eddig engem elfelejtett. Kezdtek önmagukról és a módjukról. Testvéreim, maradjatok nyugton. Jöhettek azok, akik összetévesztettek az én tróntermemet a verekedős arénákkal. Én azt mondom, ez rajtunk túl nyúlik. Érdekes látogató, nehéz időkben. Nem lehetsz azért itt, hogy esetleg egy sokkal megfelelőbb és kedvesebb végzetről mesélj nekünk. Mit mondtál nekem valamit? Ez itt egy látó, akit megáldott Tangalor. Úgy vélem, nagyon sokak számukra vannak kérdései Hasungurról számára, amelyeket hamarosan megválaszolhat. Honnan tudtad, hogy látó vagyok? A királynak nagyon jó szemem van, testvérem. Mélyebbre lát, mint egy... mint amikor te rálisz egy madárra. Ne hallgassz rá, Ishi. Különböző más minőségében a Kahanga királynő saját maga érdekében is beszélhet. Bocsánat, mi is az a Hasungo? Ami legelfoglaltabb kikötőink egyike. Az étel legnagyobb részét Ruatájba Hasungon keresztül szállítottuk. Úgy vélem a kérdésedből, hogy nem azért vagy itt, hogy felvilágosíts minket Hasungóról. Ha ez... elég lesz a tanács számára, vagy az utolsó számára. Én a megtört Port Mayanról utaztam el idáig. Vagy talán te vagy mindezek mögött? Nem tudom, ki ez. Kisemelő trükkjei és csatafatéi megfélemlítettek, hogy 10 évig minden egyes tengerészt a királynő. Nem tudom azt, hogy fordítottam már szállásában abban a negyedben. Azért tudjuk itt ezt, hogy megbeszéljük Hasungo feledelős hatétsége. Hasungo ugye egyik aratai kolóniáinknak. Látom, úgy néz ki, hogy te még a Földön jársz. Portmázsia is hasonló sebesülőséget szemzett, amikor erről lesz áthalt rajta. Milyen fajta tengerész történet ez? Ez nem egy előletes leírása annak, hogy mi történt. Amíg vártok majd egy hasonlóra, már túl késő lesz.
You sound as crazy as the Dawnstar dreamers. Csak a keleti végek terjedő, hát magjai és ültetményei így megőrítettek titeket? Olyan bolondnak tűntek, mint ahogy a Dawnstari álmodozók. Nem hallottad a fejkákat, Karul? Egy adrakorosszus halad át a tengeren. Tengerész mesék? De ezek érthető és igazak. I'm acquainted with the Watcher of Cadnua from my assignments in Defiance Bay and Twin Elves. Oh, megjelent Palagina közelső időt, Paladin társam. Még lehet, hogy felveszem a... Hát nem fogom, mert Barbár most már túl jó. Én is csapattársa voltam a látónak Cadnuánál. És segítkeztem feladataiban minden... Hú, nem is tudom már, hogy volt magyarul fordítva a Twin Elves, hogy Defiance Bay-be. Tényleg? Így már érthető a színes leírás, a színes jellege a fejezéseinek. Láttam olyan dolgot is, amiket még a legismertebb földrészi tengerészmesék se tartalmaznak. És úgy vélem, hogy akkor két valjait kéne elkísérni a világban. Hogy jöttél ide? Látom a félvilágon át, hogy bele kapcsolódj ezekbe a történésekbe. Kérlek, világosíts fel az utat. Barát küldötte, hogy levadásztam el ott azt. Az ajtók hölgye nagyon eltökélt veled kapcsolatban. Lecsapni egy istenre, aki akkora, mint egy hegy. És te pedig olyan vagy, mint egy halász egy rossz látással, és sem tudná ezt megcsinálni. A papjaim elutaznak, hogy megtörjék az ő szent tervét. Látod? Át tudsz vágni a... nem tudom mint. Din. Feltudom, hogy miért jött ide le a földre az összedelem. Igen, én arra azt tervezem, hogy Adra oszlopokat használok, hogy követhessem, és aztán végül szembeszállások el utasszam. Milyen jó előre gondolkozó vagy. És milyen sinyagó ellátott. A sziget elég sok különös Adrával van tele, hogy felvilágoztasson egy gazdaságot is akár. Úgy vélem, hogy az ügyünk tiszta, és jó így. Elküldjük tehát a látót hasonlóra. Hajósz hát Neketát a nyugatra. És én azt mondanám, hogy figyelj a vihar szemét. Figyelj meg a vihar esetleges szemét, ugye a viharnak a legdurvább helye. Hogyha ott vagy, akkor akármi történhet veled. Ezt figyeld meg egy ilyen világítatalomival. De hát az Istenek fénye nem betetkezhet ebben a versenyben. Szeretnél valamit hozzáadni, Hanui? She believes herself entitled to my ear, I say. Only that Hasango is a Raotian outpost. Vagy Hasango egy Raotai jelölés, jelölítésítmény. Hasznos lenne, ha a látna egy pillanatig átvenni az egyiket a számunkra. Vegyem. Maya egy szakértő hajós, és egy nagyon jó lövész. Legjobb, mint Brassidel ajánlani tud. Bármi is jön az utatba, ő látja meg először. Közelbe ér. Hát, ez most ilyen menőző szöveg. Jó, mind a ketten tudnád vinni? Palagina, üdvözlünk a fedélzeten. Tejk Maya. Tudjuk Maya-t vettem el, nem tudom, hogy miért. Mindenki megbogzott egy előre. Vagy nem. Igen, most berakhatnánk Maiát, de köszi. Nem kell, berakhattam volna a palagát, igen, megvan a csapatunk is egy tekintély. El is szintet ugrott. Oké, jó. Na, ez jó lesz. Miért nem tudom vele? Ja, ez nincs hely.
Ó, ez nem rossz. Azonnal megtámad ezzel egy randomszerűen egy közel a lévő ellenfelet. Healing se rossz még, vagy expansz lesz, hogy Ring se persze. Azt akkor ezt rakjuk be, basszus. Átpattanhatnak a következő ellenfélre is, de csak íjjal, meg az ilyen közül távolsági támadó fegyverekkel lehet ezt megcsinálni. Ami jó, hogy azt nyomom be. Amíg szép, amíg jó. Majd felszedjük még a cuccokat, aztán majd legközelebb beszélünk még velük. Meg akkor lemegyek oda az a speciális cuccér is. Ah, jól néz ki. Ja, azt ahogy belőle, ez milyen látványos már. A víz, hogy táncol és jár körbe-körbe, csodálatos. Hát tényleg az, egyébként. Makara, a szeretett Nigati. Először is a hősökről kiírtak. Ejtettem, megmondom, Granisika. Mire lenne szükséged? Előlem, nos, mesélj magadról. Érdekes páncélzatod van. Igen. És felős neked a Szent Elga pajzsordozói? Mi egy paladin rend vagyunk. Igen. Nos, a mi rendünkről a hírek messzire utaznak ezek szerint rendben. Én vagyok a fia egy kegyvesztett neves familiának. Atyám és a testvéreim. Mi? Az atyám és testvéremet árulásért kivégezték, amikor fiú voltam. Érthetően hozzá kell adnom. Az anyám és a nővérem és én is pedig az utcákra kerültünk. All we had to our names was a trunk full of heirlooms. One of them was this suit of armor, which belonged to my eldest brother. Now I endeavor to live up to its promise and my family's honor. Hát családi öröksége, amelyet sokan szemétnek vértek. Az egyikük volt ez a csodálatos kis páncél, ami egy legidősebb bátyámhoz tartozott korábban. Most pedig felszeretnék emelkedni és felérni arra a szintre, amit megígértem, és visszaszerezni családunk tiszteletét. Ez lenne röviden is hosszan igazán. Meg tudod tanítani számra? Ó, sok a survival-t és atletikát tud adni nekem 3000. Hát legyen most annyi pénzem van, hogy én örülök neki, hogyha mindig van még 21000, és még el fogok adni pár dolgot, szóval ja. Menjünk át erre. Tényleg iszonyat látványos. Palotai szolgáló. De itt se az a dal van, passzus. Az egyik legszebb játékban. Illeo. Istenség szobra. Ártapu. Kartográfa, ez a térképész. Mi a helyzet? Queen and Study. Hogy itt nincs más, akkor itt tudunk lejönni fentről. Igen. Shine of Hiela. Nem válaszol többet a hölgyemény. Akkor fordítsuk le? Majd legközelebb videóban beszélünk még velük. Meg akkor visszamegyek majd oda a mélységbe. Remélhetőleg iszonyatosan jó cuccokat fogok ott majd találni, hogyha berakom a másik nyitóelemét is annak a nagy kapunak. Addig is úgy tudom tőletek. Sziasztok!